erős vállami Istenünk, Isten hozott bennünket. Nézzük fel Jézusra, a hit szerzőjére és teljesítőjére, aki a reálváró öröm helyett keresztet szenvedett és Isten jobbjára ült. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 2. versével köszöntöm szeretettel a testvéreket mennybe menetel ünnepén. Az élő Krisztus élő gyülekezete, húsvét ünnepe után ez a vezérfonalunk minden egyes vasárnapon és ünnepen, és ma az Úrra néző gyülekezet az, amire figyelünk. Felfelé nézni, igazából ezt gondoljuk ma végig, mit jelent. A hirdetésben hadd mondjam el, hogy egyrészt köszöntöm a Petőfi Általános Iskola speciális tagozatának a tanárait, illetve diákjait, akik együtt vannak most velünk. Másrészt hirdetem, hogy június 1-én 10 órától Hidason kardos ünnep lesz, megemlékezés az ottani egykori családról. Június 2-án itt Bonyhádon 10 órától úrvacsora, Isten tisztelet. Az elején megemlékezünk a Németországba kiűzött testvéreinkről, illetve ez a vasárnap a Misszió Jogfertórium vasárnapja is. Június 2-án, ugyanazon a napon, vasárnapon, Kismányokon lesz 11:30-től tanévzáró istentisztelet. Lezárjuk a tanévet istentisztelettel. Hálát adunk mindazért, ami történt ebben a tanévben, hiszen a következő hétvégén már pünkösd ünnepe. Erre minden hittanos szeretettel hívunk, várunk családokkal együtt. Utána az ifjúsági házban közös ebéd és együttlét lesz. Erre aki tud, sütit is lehet hozni. Június 3-án, hétfőn 3 órától megint csak Hidason lesz megemlékezés a Németországba kitelepített, kiűzött testvéreinkről. Ez a művelődési ház melletti német emlékműnél lesz. Június 5-én, szerdán közös befejező bibliaóra lesz Hidason, illetve azt beszéltük, hogy a mai napon akkor délután nem lesz bibliaóra. Közös konfirmációs vizsga lesz Bonyhádon június 7-én, pénteken, 17 órai kezdettel. Idén 6-an fognak itt vizsgázni, illetve majd hitükről bizonyságot tenni pünkösd ünnepén. Kismányokon pedig 4-en, úgyhogy 10-en fognak együtt vizsgázni majd. Konfirmációi istentiszteletünk pedig pünkösd vasárnapján, június 9-én 10 órától lesz itt Bonyhádon. Másnap, június 10-én, pünkösd hétfőjén, ugyancsak 10 órától Kismályokon, mind a két ünnepre hívunk, várunk mindenkit. Isten áldása legyen a mostani Isten tiszteletünkön, és a 478-as ének lesz az első ének, 478-as énekünk, ennek mind az 5 verszakát énekeljük. Mint elvégezted, Jézusunk, mint hogyhád rád bízott, ment föld orrának hódolunk, tanul élelék volt. Kit választhatnák, yeah.
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Krisztus Jézus meghalt és feltámadt, az Atya jobbján van, és esedezik értünk. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos, szép éneket. Mert Isten uralkodik a népeken, Isten az ő szentségének székében ül. Az ötös liturgiánkat énekeljük. Hogyhának félóna, és szent lélek Istennek, a szent háromságnak hűséges értekünknek, dicséret, dicsőség legyen magasztalás, most és minden testvéreink, Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Előtted állok, drága Jézusom, rehát szorult én kétséges sorsom. Én Uram, királyom és fiam, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hogy ne dicsérném az Istent, szengedező kísértéseinkben a te szent lelked, akit kérünk, hogy küldj el hozzánk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassuk meg a mai ünnepünkre, mennybe menetel ünnepére felolvasásul kijelölt igéket. Az első igénk az Ószövetségből hangzik majd fel, a Királyok könyvének, első könyvének 8. fejezetéből,
A 8. vers, a 8. fejezet 22. versétől a 28. verséig, ezt fennállva fogjuk majd meghallgatni, és a 284-es énekünk első versét elénekelve az apostolok cselekedeteiről írott könyvből is hallgassuk meg az első fejezet első 11 versét a következőképpen. Azután odaállt Salamon az Úr oltára elé, szemben Izrael egész gyülekezetével, kezeit az ég felé tárta, és ezt mondta: Uram, Izrael Istene, nincs hozzád hasonló Isten sem fent az égben, sem lent a földön. Hűségesen megtartod a szolgáiddal kötött szövetséget, ha teljes szívvel előtted járnak. Megtartottad, amit ígértél a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak. Amit megígértél, hatalmaddal be is teljesítetted a mai napon. Most azért, Uram, Izrael Istene, tartsd meg, amit a te szolgádnak, Dávidnak, apámnak ígértél, amikor ezt mondtad. Nem vesznek ki színem elő utódaid, akik Izrael trónján ülnek, de csak akkor, ha fiaid figyelnek útjukra, és előttem járnak, ahogyan előttem jártál te is. Most azért, Izrael Istene, válik valóra ígéreted, amelyet a te szolgádnak, Dávidnak, az én apámnak tettél. De vajon lakhat-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt, az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem. Mégis tekints le a te szolgád imádságára és könyörgésére, Uram Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma a te szolgád a te színed előtt imádkozik. Jöjj le hozzám, Jézus élet szent igéje, gyújtsd meg lelkednek tűzét, hadd lobogjon lángol égbe, élő égény bátorítson, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőlem: Uram, nem ebben az időben állítod-e fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Boldog, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyu Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az igehirdetésre készülve a 228-as énekünket énekeljük. Úr Jézus Krisztus már a mennyben, a dicsőségbe hírt utat, hogy neki bánnám hát tepedve, hogy ott legyek, ahol te vagy, hisz itt csupán Jézus ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban,
mennybe menetelő ünnepe az egyik olyan ünnepünk, ami nem vasárnapra esik. Lukács írja le, hogy az a történés, ami húsvét után 40. napon történt, az valóban ezzel a 40 nappal kifejezhető, és ez pont erre a mai napra csütörtökre esik, amit mások áldozó csütörtöknek is hívnak. Mennybe menetelő ünnepet tulajdonképpen egy olyan történés, amelyet szeretnénk mi magunk is megérteni. Hogy mi is történt. Nagyon nehéz megérteni, hogy mit jelent tulajdonképpen a feltámadás. Mit jelent az, hogy egy ember, aki megszületett és meghalt a kereszten, utána mégiscsak feltámadt. Hát még az, hogy Jézus, aki feltámadt, a 40. napon a mennybe megy. Ahhoz, hogy megértsük, egy kicsit látnunk kell egyrészt Lukács evangéliumát, másrészt pedig azt, hogy mit is akar elmondani ezzel a történettel. Talán olvastatok már regényt vagy novellát. És akkor, amikor az ember egy ilyen hosszabb szöveget elolvas, azt veszi észre, hogy sokszor egyfajta keretes történet az, amit olvasunk. Szinte ugyanúgy kezdődik, ugyanonnan indul, ahol a végén befejeződik. A főhős elindul valahonnan, és a végén, amikor egy csomó minden történik vele, visszatér ugyanoda. Ha valaki előveszi Lukács evangéliumát, azt látja, hogy az elején a templomban. És a templomban Zakariás az, aki imádkozik papként, és Zakariással történt valami ott, a templomban. Innen indul tulajdonképpen az egész Lukács evangélium. És mit olvasunk Lukács evangéliumának a végén? A tanítványok, Jézus tanítványai is a templomba mennek vissza. És ott áldják az Isten. Persze van különbség, Zakariás egy idős ember, és igazából nem hiszi el azt, ami ott történik vele, nem hiszi el az angyal szavát, éppen ezért megnyugul. Ezzel a szemben a tanítványok, találkozva feltámadott Krisztussal, Jézussal, már hitben mennek a templomba, és hittel hangosan áldják. Látjuk tehát, hogy egy ilyen íve van Lukács evangéliumának, ennek a leírt történetnek, amelyben Krisztusról akar bizonyságot tenni. A templom az a templom, amiről hallottunk a felolvasott igében is, amelyet Salamon király épített fel. Dávid király, Salamon király édesapja akarta felépíteni, de sok minden miatt ő ezt nem tehette meg, ezért Salamonra bizatott az a feladat, hogy Istennek egy sátor helyett egy kőtemplomot építsen. A nagy kérdése viszont Salamonnak, ahogy hallottátok a felolvasott igében, mégiscsak az volt, hogy vajon Isten lakhat-e a templomban. Ezt a templomot is Isten házának hívjuk. Lakhat-e Isten egy ilyen templomban, kőépületben? Hiszen, azt mondja Salamon, még az egeknek egei sem fogadhatják be magukba Istent. Hát még egy ilyen ház, amit az ember épített. Hogy lehetséges az, hogy azt mondjuk, hogy Isten lakik ezen a helyen? Jól tudjuk, hogy Isten nem csak itt van jelen, hanem az egész világ egyetemben, amelyet teremtett, amely az ő kezének alkotása, ő mindenütt jelen. Mégis nekünk embereknek van szükségünk arra, hogy legyenek olyan helyek, ahol megállhatunk, ahol találkozhatunk vele, ahol, hogy így fogalmazzak, biztosan tudjuk, hogy itt van. És akkor most lépjünk egyel tovább. Ha egy templom, egy épület nem tudja befogadni Istent, hát hogy lehetséges az, hogy Istent egy ember fogadja be? És itt jutunk el Jézus Krisztusig. Hogy lehetséges az, hogy Isten lejön erre a földre emberként,
megszületik. Értünk, tanít, gyógyít, és aztán értünk, meghal. És hogy lehetséges az, hogy miután legyőzve halált, feltámadt, az Atya jobbjára ül? A nagy kérdés, hogy mi történt. Isten átlépte azt a határt, amiről mi emberek úgy gondoljuk, hogy szinte átléphetetlen. Igen, Isten a mennyei világból, ami számukra elérhetetlen, megközelíthetetlen, lejött ide közénk Jézus Krisztusban. És Jézus ugyanezt az utat járja be akkor, amikor a mennybe megy. Visszamegy, az Atya jobbjára ül, ami nem mást jelent a régi világban, ha egy király mellett valaki ott ült a jobbján, akkor az azt jelentette, hogy neki átadta a király a saját hatalmát. Ő intézkedhetett. Ha Isten jobbján, az Atya jobbján ott ül Jézus, akkor ővé a hatalom. Az, akit mi jól ismertünk, az, akit megismerhetünk az evangéliumból, az, aki tanított, gyógyított, szerette az ember, szereti az embert. Most ott ül fenn, és hatalma van. Vagyis a mennybe menetel nem mást mond el, mint hogy Jézus Krisztus a mi Urunk, a mi Királyunk. Szeretett testvérek, mennybe menetel ünnepe azt próbálja számunkra érzékeltetni, hogy az, aki emberként lejött közénk, ma a világ egyetemre. Nem csak a halál győzte le, nem csak a bűnt győzte le, de ővé minden hatalom. És mi így bízhatunk Jézus Krisztusban. A mai bibliórán, ami lett volna, egy olyan eseményre emlékeztünk volna, ami a reformáció egyik eseménye. 1529-ben Marburgban volt egy vita. Luther és Zwingli vitáztak azon, hogy az úrvacsorában hogy van jelen igazából valóságosan Jézus. És Luther azt mondta, hogy ő az evangélium szavai alapján és Pál apostol szavai alapján hiszi és vallja, hogy ott van, jelen van az úrvacsorában Krisztus. Mi evangélikusok azóta ezt képviseljük. Ezt mondjuk, ezt tanítjuk. Így amikor úrvacsorában együtt vagyunk, vesszük magunkhoz a szent jegyeket, Krisztus testét és vérét, hisszük és valljuk, hogy Jézus valóságosan itt van közöttünk. Ezt a közösséget, ezt az asztal közösséget akarjuk megélni. És tulajdonképpen ez az egész közösség is kapcsolatban van a mennybe menetel. Hiszen ha Jézus nem megy mennybe, ha nem ül az Atya jobbjára, akkor ma nem lehetne itt közöttünk valóságosan. Szeretett testvéreim, a mennybe menetelnek így van mondani valója, értelme számunkra. Igen, Jézus Krisztus Úr mindannyiunk fölött, másrészt pedig Jézus Krisztus jelen az ő gyülekezetében. Innentől kezdve, amikor Jézus megáldja a tanítványokat, ez nem elbúcsúzást jelent, hanem sokkal inkább összetartozást. Innentől kezdve az, aki az egész világ ura, tulajdonképpen közösségben van velünk. Az egymástól elválók között mégis jelen van. Így lehet közösségünk, nem csak Krisztussal, de akár a világ másik táján lévő gyülekezettel, Krisztus hívővel. Adja Isten, hogy megéljük ezt a közösséget, és mindannyian, akárha összekulcsolva a kezünket, a mi atyánkot imádkozzuk, érezzük azt, higgyük azt, együtt vagyunk sokakkal, egy közösségben. Ezek után minden nap a templomban voltak, és áldották Istent.
mi is áldjuk a mi Istenünket, és higgyük, hogy Jézus Krisztus Úr e világ felett. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, áldunk, hogy közben gyávunká tetted egyszülött fiadat, a valóságos embert, aki együtt érez velünk, a valóságos Istent, aki ismeri atyai szándékaidat, és a halálból feltámadva mennyei trónod előtt közben jár értünk. Atyai nevében könyörögve elnyerjük mindazt, ami üdvösségünkre van. Úr Jézus Krisztus, a tiéd minden hatalom menjen és földön. Kérünk, tekints gyengeségeivel küzdő egyházadra, és ruházd fel erőttel, hogy hűséges tanúja legyen a halál fölött aratott győzelmedre. Úr Jézus Krisztus, könyörülj gyülekezetünkön, élesztess velünk jelenléted érthető erejét, és tölts be szereteteddel, hogy úgy tudjuk szeretni egymást, ahogyan te szeretsz minket. Úr Jézus Krisztus, add lelked vigasztalását és erejét mindazoknak, akik az élet gondjával, a betegség terhével, az egyedüllét reménytelenségével, a halál félelmével küzdenek. Győzd meg szívüket, hogy a te szeretetettől sem ezen a világon, sem az eljövendőben semmi el nem választhatja őket. Úr Jézus Krisztus, megdicsőült üdvözítőnk, örvendező szívvel magasztalunk, hogy a halál feletti diadalokban minket is részesítesz, és lakóhelyet készítesz számunkra, atyád házát. Kérünk, add szent lelkedet, és általa tedd az te utadat a mi utunká is, hogy keresztünket nap mint nap fölvéve eljussunk a mennyei atyához, akinek jobbján a szent lélekkel együtt élsz és uralkodsz örökkön örökké, és akinek tanítása szerint együtt még így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Végezetül mi is vegyük Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát tereád, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. 293-as énekünk lesz az utolsó. Örök Isten, áld meg minket, legyen őrző gondod ránk. Te vezessed lépteinket, te vagy áldó jó atyán. Tere áld vár minden nép, te vagy ott és békesség. Erős várom Istenünk, Isten áldjon nektek.